Iskolánk a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium, ami Tolnaváros peremén helyezkedik el egy gyönyörű, szép, zöldövezetes környezetben. Iskolánk 2016. szeptember 1-e óta a Pécsi Egyházmegye fenntartásában van, és nagyon jó kapcsolatot ápol valamennyi kollégánk a Pécsi Egyházmegyével. De visszatérve a környezetre, ez egy régi lovassági kaszárnya laktanya volt, aminek az összes épülete most már felújításra került. Ugye a gimnázium épülete az egyik épület, ezzel szemben található a lovarda épülete, ahol a diákjainknak a testnevelés órák nagy részét tartjuk. Mellette található egy játszótér, magház a könyvtárral, egy játszóház, egy rekordtán burkolatú sportpálya, ahol az iskolában a diákok a jó idő esetén a testnevelés órákat tartják, illetve mellette egy uszoda, ahol a kezdő évfolyamok, a 7. és 9. évfolyamos diákok kötelezően heti 2 óra úszásban vesznek részt. Az uszoda előtt pedig, aki még esetleg sportolni szeretne, található egy energiapark is. Az összes teremben található interaktív tábla, projektor, számítógép, illetve már nagyon sokban ezek lecserélődtek okos táblákra. Ez a nagyon jó felszereltség az egyházmegyének köszönhető, a Pécsi Egyházmegyének köszönhető, hiszen a belső pályázataiból meg tudjuk mindezt valósítani. Szerencsére elmondhatjuk azt, hogy nem csak a tantermeink jól felszereltek és mindennel ellátottak, hanem tulajdonképpen a tantestületünkben is nagyon jó arányban van a szakos ellátottság, hiszen 100%-os. Valamennyi tantárgyat szakos tanár tanítja, így valóban azt tudjuk biztosítani a diákok számára, ami az elvárás. Akinek a képzéseink tetszenek, illetve a gimnáziumunk megtetszik, ők részt vehetnek nyílt napokon. Október 4-én lesz a 6 évfolyamos képzés számára egy olyan nyílt napunk, ami egy 8 órakor kezdődik egy általános tájékoztatóval, ezután pedig 3 tanórát kínálunk fel, amit szabad választás szerint meglátogathatnak a diákok és akár a szüleik is. Október 5-én szombaton pedig 9 órától 11 óráig szintén ugyanennek az évfolyamnak, a 6. évfolyamnak tartunk nyílt napot, ahol általános tájékoztatót kapnak a diákok és a szülők tőlünk, igazgató úrtól és tőlem, és ezután egy intézménybejárás van. A 4 évfolyamos képzésnél október 11-én 8 órától lesz egy ugyanilyen szervezési nyílt nap, egy általános tájékoztatóval és utána az óralátogatásokkal, és október 12-én ugyanígy szombaton 9-től 11 óráig egy általános tájékoztatás és egy intézménybejárás. Ezekről a nyílt napjainkról, programjainkról egyébként tájékozódhatnak, informálódhatnak a honlapunkon is, a www.tolnaigimi.hu oldalon, illetve akár telefonon is a gimnáziumnak a telefonszámán, a közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket, a Facebook és az Instagram oldalon. Az elmúlt 30 év alatt nagyon sokféle diák megfordult a kezem alatt, és a maga az iskola légkörében a családiasságot emelném ki, azt, hogy ismerjük egymást, nem vagyunk egy nagy iskola, ugye 300 fő alatti a diák létszám, de tanár-diák viszonylatban ez a jó kapcsolat, ez a családias kapcsolat, ez nagyon szépen megmutatkozik, ezt látjuk. Én úgy érzem, hogy egy nagyon jó családias légkört és egy nagyon jó viszonyt ápolok a diákjaimmal, és hogy ők is ragaszkodnak hozzám, de ez a többi osztályra is elmondható. Tehát nálunk ez az emberi tényező, ami úgy érzem, hogy az egyik erősségünk, hogy figyelünk a diákjainkra, ismerjük őket, nyomon is követjük a későbbi fejlődésüket, hova mentek tovább tanulni, mi lett belőlük, és vissza is járnak szeretettel az iskolába. Pályaorientációs napokat, amikor rendezünk, akkor visszajönnek, amikor már egyetemre járnak, vagy el is végezték, vagy szakmát tanultak, akkor szívesen jönnek, és megmutatják magukat a diákoknak, az itt tanuló diákoknak, úgyhogy én ezt a személyességet emelném ki, ami nagy erősségünk, és hát a 6 osztályos képzésünk az mindig nagyon tömve van, úgymond, hogy sokan jelentkeznek, tehát az utánpótlás mindig megvan, de a 4-esben is, a 4 év folyamosban is összejön mindig egy osztályunk, akikkel tudunk dolgozni, és akiknek segítjük az életét, hogy eljussanak az érettségig, és aztán később ki tudjanak teljesedni a felnőtt életükben.
Azért választottam ezt az iskolát, mert orvos szeretnék lenni, és ugye sokkal jobb tanulási lehetőséget nyújt, mint most az általános iskola. Én elsősorban azért is választottam ezt a gimnáziumot, mert tolnai vagyok, így nekem közelebb is van, és sokkal családiasabb, úgymond kis létszámú ez a gimnázium, és sok ismerősöm is járt ide, a tanárokat is nagy részben ismertem, és nagyon jó híre volt az iskolának, nagyon jó fákészítést kapunk, színvonalasat, és a többi tantárgy is nagyon jó, és jó felkészítést kapunk. A tanáraink törekednek arra, hogy az érettségén a lehető legjobb eredményünket érjük el, és minden tanár segítőkész, külön is leülnek velünk, hogyha valamit nem értünk, elmagyarázzák, akár többször is, és mindenki azon van, hogy segítse a diákokat.